1983. Az év, amikor Michael Jackson először mutatja be a Moonwalkot, mikor Ronald Reagan bejelenti az űrfegyverprogramot, forgalomba kerül az 1000 forintos bankjegy, és megjelenik a TCP per IP protokoll, ezzel a mai internet alapjai. Ami viszont minket most sokkal jobban érdekel, hogy ebben az évben futnak utoljára hivatalos FIA által jegyzett futamot a Nordschleife-n, egészen a WTCC 2015-ös futamáig. Ez a bizonyos futam összeér egy névvel. Egy olyan pilótával, akinek tehetségét senki nem vitatta. Aki a rövid, tragikus hirtelenséggel véget érő pályafutása ellenére is örökre beírta magát a történelem könyvekbe. Ő Stefan Bellof. A motorsport őrültek számára egyáltalán nem ismeretlen a német pilóta neve, egy külön archív epizódban majd megemlékezünk róla. Itt maradjunk annyiban, hogy 1983-ban a Nordschleife-n egy Porsche 956 volánja mögött a hosszú távú VB futam időmérőjén bődületes pályacsúcsot futott, ideje 6 perc 11-13 volt, ami a mai napig körrekord. Annyira a mezőny fölött állt, hogy a második helyre kvalifikált autó már durván 5,8 másodpercet kapott, a harmadik helyezett pedig már több mint 16 másodpercet. Mielőtt nekem esnétek, igen, tudom, hogy a Porsche 919 Evo-val majdnem egy percet vertek erre a 6 perc 11-es körre, majd annak a körnek is neki megyek egy külön videóban, de hivatalos időmérőn futott kör nincs gyorsabb. És ha őszinte akarok lenni, akkor az a helyzet, hogy nem is lenne szabad hagyni, hogy ez a rekord valaha is megdőljön. Bellof óriási tehetségének talán a legnagyobb hagyatéka ez a köridő, német pilóta, német pályán, német autóval, ez így szép. A mai videóban megpróbálom virtuálisan megdönteni Bellof körrekordját Assetto Corsával. Sajnos Porsche 956 nincs a játékban, a Kunos saját 962 célja pedig számomra nem tűnik reálisnak, túlságosan is kezes. A motor olyan egyenletesen adja le a nyomatékot, ami egy 80-as évekből származó turbóval nagyjából lehetetlen. Így kutakodtam, és egy 1988-as 962 C modot választottam. Ez egy Langhack változat, ami ugye a Le Mans-ban is használt hosszú tengelytávú autó, óriási erővel és végsebességgel. Cserébe kisebb a tapadás, de pilótafülkéből állítható a turbónyomás, jó móka lesz. Előjáróban annyit, hogy az első este egy 6 perc 11-4-es körön volt, de sajnos nem sikerült rögzíteni az eseményeket, így a második estével indulunk. Na hát akkor második nap, essünk neki! Ha annyi hamburger tettem volna, hányszor láttam ezt a sikánt már. Na hát menjen, gyerünk! Föl a turbóval! Igen, eddig jó! Egyet vissza! Szép! Ez lehetett volna jobb is! Finoman a kijárató... Jó, megvan! Föl a turbóval, gyerünk, hadd menjen! Flugplac, egyet vissza! Turbó a maximumon! 340 környéke! Vissza 70-re a turbót! Arenburg! Kettes! Ááá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 
Gözlim volt, hogy nem forogtam meg a kerékvetőn. Föl a turbóval, hadd menjen, gyerünk! Jön a rókajuk. Vissza 70-re a turbót. Elkések, elkések, sok lesz! Próbáljuk újra. Jó, a turbó 70-en.
De miért volt ez kisebb? Na mindegy. Sok! Jézusom! Hát ez ciki! De ez az igazi, kérem szépen! Ennek van egy kőkemény turbójuka! Ez olyan, amilyen valószínűleg lehetett a valóság is. Na megint! Jó, eddig jó! Föl a turbóval, gyerünk, hadd szóljon! Menjél! 6 perc hetet meg lehet csinálni, tudom! Egyet vissza! Nagyon szép! Eddig nagyon... Még egyet, igen! Egyet vissza. Nem. Megint egyet vissza. Nem. Harenburg. Áj, felakadunk a rázókőre, ne! Tenni az árokba muszáj! Kettes! Nem! Van, gyerünk, mennyi! Irány a rókajuk! Ne kérdezzétek, hogy mit látok, ez rutin! Egyet vissza majd! Áj, nem jó! Na gyerünk meg itt! Gyerünk! Eddig nem rossz. Egyet vissza! Jó, még! Igen, így jobb, hogy hármasba hagytam. Menjünk, gyerünk fel a turból, menjünk! Egyet vissza! Ez az! Nagyon jó! Hetvenre vissza a turbót! Harenburg megint! Jó, föl a turból megyünk irány a rókajuk! Egyet vissza, majd még egyet vissza. Most megvan belül, még egy. Ez az. Nem váltunk vissza kettesbe. Majd a jobboshoz. Igen. Eddig jó. Föl a turbót, gyerünk, menjél. Már 2 másodperc előnyben vagyunk. Az 6 perc 9 eddig. Gyerünk, menjél, 2-t vissza. Finoman a kijáraton. Jó, vissza kettes! Belül! Jó, ez közepesen szar volt. Lendület! Egyet vissza! Föl a turbót egy kicsit, menjél! Sok! De legalább befordult.
Finoman, finoman. Menjél. Egyet vissza. Ez az. Eddig jó. Még egyet vissza. Föl a turbót. 3 másodperc előny, az 6 perc 8. 2-t vissza, ez nem volt az igazi finoman a kijáraton. Föl a turbót, gyerünk, menj. 250. 280. 300. 315. 320, menjél. Megint itt az üzemanyag. Egyet vissza. Kettőt vissza. Finoman. Eddig jó. Igen. Mennyi. Föl a turbót. Kettőt vissza. Be a karusszelbe. Ez az, mennyi. Még lehet, hogy a külső ív gyorsabb lesz, majd egyszer ki kell próbálni. Következik egy bal jobb vissza 3-as, majd egy jobbos. Itt a jobbos, amiről beszéltem. Kicsit lecsúszok. Enyhe balos. Jobb bal, jobb kombináció jön. Jobbos belül a... Igen, rázókő. Jobbos fölfelé. Belül, lecsúszok. Balos, dupla, balos, egymás után, belül. Egyet vissza jobboshoz. Föl a 3-as, vissza 2-es. Egyet vissza. Nagyon fogy az üzemanyag, nem már! Ne! Egészen jó, föl a turbót. Szokás szerint egyet vissza. Wow. Marad a 3-as, igen, jó, vissza egyet. Belül, finoman, eddig jó, gyerünk föl a turból, menjél! Plac, egyet vissza, belül. Gyönyörű, menjél. ...330... vissza 70-re a turbót. Megint Arenburg. Jó, ez az, szép, föl a turbót, menjél. Jön a rókajuk. Vissza 70-re a turbót, egy vissza. Még egy vissza. Tartjuk a 3-ast, tartjuk finoman. Igen, nem csúszik keresztül, nagyon egyet vissza. Gyerünk föl a turbóval, menjél. Most üzemanyagból ki kell, hogy bírja. Vissza a turbót. Egyet vissza, kettőt vissza. Finoman, eddig jó, 3-as. Vissza 2-es. Belül. Szép. Kicsit megbicsaklik, de belefér, gyerünk, belül. Igen, és most az utolsóhoz az éri, ez nagyon szép. Vissza 2-t. Jó, ez még nem rossz. Finoman. Ez az, föl a turbót, menjünk. Egyet vissza.
el, ne csípjem, jó, oké, oké. Egyet vissza. Áj, ilyen kicsaklott egy picit föl a turbót, menjünk. 2 másodperc az előny, 2-t vissza. Finoman a kijáraton, finoman. Áj, nem az igazi, de nem baj. Teljesen tökéletes úgyse lesz most. Bocsánat. Nem villan fel az üzemanyagjelző, nem is várjuk már. Menjél vissza a turbót, egyet vissza. Korán a gázon. Föl az ötöst. Vissza a négyest, belül. 2-t vissza. Ó, könyörgöm, fordulj be. Áááá! Jó. Föl a turbót, menjél. 4-es, 2 vissza. 1 vissza, bocsánat. Belül. Kines. Jó. Föl a turbót, megyünk. Egyet vissza, bal jobb, utána még egy jobb. Szép, belülre. Egészen jó. Enyhe balos. Jobbos, hosszabb bal és még egy jobbos, gyerünk. Belülre, szép. Belül ezt is. Nem rossz. Belülre, remeg a lábam. Áááá! Egyet vissza. Föl hármas. Vissza kettes. Belül. Ez az. Aj, le ne csúszunk, egyet vissza. Jó, megvan. Gyerünk, föl a turbót. Persze ésszel, egyet vissza. Belül. Megint belül. Át balra gyorsan. Balra, nem látod, de ott a balos. Föl a turbót. És megyünk, gyerünk. Padló. Egyet vissza. Aj, el ne roncsam. Jön a kis karusszel. Ha itt forgok meg, én felakasztom magamat, emberek. Egyet vissza. Belülre, nagyon belülre, hogy kidobjon. Ez az. Gyerünk, menjél. Szépen finoman. Innen már le kell hozni, emberek. Itt a hátsó hosszú egyenes. Föl a turbót, gyerünk. Menjél, meg lehet. 5 másodperc az előnyünk. Csak a motor is bírja ki. Itt a Tiergarten. Kicsit korán húztam belőle, nem baj. Utolsó féktáv. Jaj, sok lesz. Megvan. Gyere. Á! 6 perc alatt! Igen! Nem is tudom, mit mondhatnék. 2 nap szenvedés után sikerült a legendás 6 perc 11-nél gyorsabb kört futni. Igen, lehet jönni, hogy ez a 88-as 962-es és nem a 84-es 956-os, de ez ráadásul a Langhack változat, aminek kisebb tapadása van, és nagyobb ereje, tényleg olyan, mintha tényleg, nem tudom, biciklivel akarnál 180 fokos fordulót tenni egy spajzban körülbelül. Így azt gondolom, hogy 12 év után, főleg ezzel a moddal, amelyiknek átnéztem a fájét és jónak tűnnek, ez így teljesen korrekt. Én büszke vagyok erre a körre, van még benne. Lehet, hogy később megnézem, még egy kicsit csiszolok a beállításon, és egy egyel tökéletesebb kört futok. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel, meg nyomd a kis csengőt, gyere legyél a Patronunk, és akkor láthatod a nevedet itt a videó végén. Én Szabi voltam, sziasztok!